Köszöntöm nézőinket, Hajdics József, tamási polgármestere a vendégem. Hát nem is tudom, Tamási egy izgalmas város, ami hirtelen eszembe jut, a fürdő természetesen, kinek ne jutna eszébe, aztán az a csodálatos természeti környezet, amit az ember Tamási felé tartva mindig megcsodál, de mondhatnám a fúvósokat is, és még nagyon-nagyon sok minden. Polgármester úr, hova vezetnek vissza a gyökerek, mióta ismeri ezt a hazát? Én Tamásiban születtem, sőt, mind a két oldalról a szülők, nagyszülők, dédszülők mind tamásiak voltak, és a családi történelem nem is tudja meghatározni, hogy mikor kerültek az ősök Tamásiba. Úgyhogy, sőt, én itt születtem, úgyhogy minden ehhez a városhoz köt. Életem nagy részét az egyetemi és a katonai évek kivételével itt töltöttem. Akkor ez azt jelenti, hogy az általános iskola és a középiskola is Tamásihoz kötötte. Hogyan emlékszik a felvezető iskolai időszakra? Mi az, ami érdekelte? Mit lehet mondani? Merre orientálta a gyerekkor? Ez egy érdekes kezdés volt számomra, ugyanis én a ma már nem létező Rácz-völgyi iskolába kezdtem az iskolai tanulmányaimat, első és másodikas voltam Rácz-völgyön. Ez az épület az, ami most közösségi házként látható az út mellett, és utána szüleim beköltöztek a városba, és utána az ottani általános iskolába jártam. Nagyon jó szívvel emlékezem a akkori alsó tagozatos tanítónénimre, akivel 30 év után találkoztam, nem is olyan régen a millenniumi zászló átadásakor, elköltözött a városból, és e ünnepre visszajött, és akkor találkoztunk egymással. És üdvözöltük egymást, és azt mondja, hogy én gondoltam, hogy lesz belőled valami. Ez volt a köszöntés 30 év után. Általános iskola után a gimnáziumba mentem. Nagyon természetesnek tűnt, hogy ott járjak iskolába. Egy nagyon kellemes, kis létszámú, ugyanakkor a tudás mellett egy nevelő intézmény volt az, amelyik a gyerekkel akkor is foglalkozott, amikor nem csak a tananyagról volt szó. Közelmúltban barátaimmal beszélgetünk pont arról, hogy bennünk akkor nem is tudatosult, hogy ez az iskola mennyire nevel bennünket, és nem csak tanítani akar. És ez egy óriási előnye volt ennek az iskolának. Így jutottam el 18 éves koromig, és akkor... Hogy döntött, merre tovább? Gondolkodtunk, hogy hogyan és miként. Jó tanuló voltam, két, hát nem egészen egymáshoz hasonló szakma a jog és a közgazdasági orientáció merült föl, és a közgazdasági pályát választottam, és Pécset jártam egyetemre. A pécsi évek, de sokan mesélték itt igen. Már, hogy a kedvenc város, a felejthetetlen város, gondolom önnek is hasonló élményeket adott. Igen, emlékezetes volt, nagyon szép évek voltak, nagyon szépnek láttuk a várost, ha bár most sokkal szebb, mint abban az időben, és szépé tették azok a barátok, akikkel együtt töltöttük a 4 évet, sőt, ennyi idő után, 77-ben végeztem, és ennyi idő után is a barátainkkal, évfolyamtársainkkal, 5 házas párral minden évben egy hosszú hétvége erejéig találkozunk, sőt, visszük a gyerekeket is, akik közben már felnőttek, és azok a gyerekek külön bulikat is szerveznek maguknak, úgyhogy ez egy nagyon érdekes találkozó minden évben, és most már úgy látjuk, hogy a gyerekek talán jobban várják, mint mi ezeket a évenkéti egyszeri találkozókat. Miért fontos ez? Azt hiszem, hogy ebben az a jó, hogy közös volt az indulásunk, utána az elmúlt 21 néhány évben mindenki más pályát futott be, más területre szakosodott, mással foglalkozik, és mikor összejövünk, akkor egyrészt a tapasztalatainkat összevetjük, a véleményünket, ki mit hallott, hogyan és miként. Ezek nem túl komoly beszélgetések, csak informáljuk egymást, hogy az ország különböző részein lakva hogyan látjuk az ország helyzetét, a mi helyzetünket, a jövőnket, de közben jó kis bulit is csapunk. És talán
ott, akkor az még fontosabb is, mint hogy mi történik hogy, a és akkor felelevenítjük, hogy hogyan is volt annak idején, egy-egy jó sztori eszünkbe jut, hogy emlékeztek, hogy miként történt annak idején egy-egy emlékezetesebb esemény Pécset az egyetemen, vagy az egyetemi évek alatt történt mozgalmasabb időszakokat felemlegetjük. Biztos van sok minden, amit nem felejtenek, és hát gondolom az is egy örök emlék marad, amikor ifjú közgazdászként az első nagy kihívás elé állította az élet, hol kezdte a munkát. Ebben a műsorban már többen emlékeztek, hogy hogyan kezdték, és azt figyeltem, hogy igen sokan voltak, akik a mezőgazdaságban kezdték, én is. Sőt, úgy is mondhatnám, hogy mi is már a nejemmel együtt, aki szintén Pécset végzett, együtt akkor ezek kerültünk. Szerint egy kicsit ezt a kitérőt ne hagyjuk elveszni. Akkor ezek szerint ez a szerelem, vagy a házasság is talán már az egyetemi évek így alatt van, megköttetett. Akkor kezdődött a házasság az egyetem után mindjárt nyáron, 77 nyarán történt, és utána együtt mentünk a Tamási Állami Gazdaságba dolgozni. Ez egy nagyon érdekes időszak volt, 70-es évek közepe, amikor magyar mezőgazdaságnak azt hiszem az egyik legszebb időszaka volt. Komoly fejlesztések voltak a mezőgazdaságban, új módszerek, új technológia, modern gépek, és nagyon szép célokat lehetett megfogalmazni. Ráadásul a nagyobb cégeknél, állami gazdaságoknál, először később a szövetkezeteknél is nagyon sok fiatal diplomás került. Mi is a Tamási Állami Gazdaság Központja Fornádon volt, Fornádra, ez egy kis puszta, habár a fornádiak nem igen nevezték pusztának akkor már, mert egy nagyon komfortos kis település volt. Mi 16-an kerültünk 3 év alatt különböző egyetemekről, főiskolákról. Voltak köztünk agrármérnökök, növénytermesztők, állattenyésztők, állatorvosok, építészek, közgazdászok, műszakiak, tehát gépészmérnökök. Nagyon jó társaság jött ott össze, és ez legalább olyan emlékezetes és olyan élvezetes időszak volt, mint az egyetemi évek. Mi ott is laktunk Fornádon, hát nem tudom a nézők mennyire ismerik, hát körülbelül 7-8 kilométerre van Tamásitól, és kaptunk szolgálati lakást, nagyon pezsgő. Szép idők voltak? Szép idő volt, nagyon pezsgő ifjúsági élet folyt akkor Fornádon, és az végig egy másik olyan kellemes időszak volt, mikor jó néhány házaspár volt, ott születtek a gyerekek, és mindig volt ok arra, hogy összejöjjünk, és valamit megünnepeljünk. Közben pedig ezeken az összejöveteleken értékeltük, hogy hogyan is megy a cég szekere. Természetesen ifjú titánként keményen bíráltuk az akkori vezetőket, hogy bezzeg, mi így csinálnánk, úgy csinálnánk. Aztán, amikor jó pár évvel később mi lettünk ott vezetők, akkor rájöttük, hogy nem is olyan egyszerű vezetőnek lenni egy cégben, és mennyivel könnyebben mond véleményt az ember valamiről, hogyha nincs meg a döntés felelőssége, és mennyivel nehezebb a valós döntést meghozni. Szóval szép időszak volt. Meddig tartott a Fornádi idél, vagy mi váltotta? Hát azért ezt nem nevezném csak idilnek, mert kemény munka is volt. Én 77-től 92-ig dolgoztam az állami gazdaságban. Végigjártam a lépcsőfokokat, 90-től 92-ig voltam ott igazgató. Aztán a 92 tavaszán, nyarán, ahogy nagyon sok állami gazdaság vezetőnek megköszönték a munkáját, én is így jártam. És végül is én azt a helyzetet egy újabb kihívásnak tekintettem. Nem ijedtem meg. Érdekes, hogy akkor úgy gondoltam, hogy jó, 30 valahány éves vagyok, vagy 40 éves elmúltam éppen. Ebből lehet egy új dolgot kezdeni, meglátjuk, kipróbálom magam, és nem fogtam föl a dolgokat tragikusan. Aztán most ennyi év után, 11 pár év után visszagondolok arra az időszakra, azért sajnálom, mert ez egy nagyon jó cég volt.
ahol tényleg a szakmát a legmagasabb szinten művelték, vagy nagyon magas szinten művelték, különösen növénytermesztésben, vetőmagtermesztésben, Európa szintű dolgokat produkáltunk, és ezért kár, mert most ugyanazokon a területeken árunövényeket termelnek, ahol annak idején holland vetőmagot termeltek, vagy német vetőmagot termeltek, és ez nagyon sok embernek adott munkát, és az egy hektárra jutó hozadék is lényegesen nagyobb volt. Én ezt sajnálom tehát, hogy egyfajta visszalépés történt a földterület nyereségtermelésébe, és így a területnek csökkent az eltartó képessége is. Érzem a szavaiból, hogy elkötelezettje a témának, és hát tulajdonképpen ez is egy olyan szelet, mondhatjuk, a mai hazánkban, amely lehet a közélet, a véleményformálás, egyáltalán a gazdaságunk, a politikánk része. Talán ez is jelzi, hogy mindig is érdekelték a sorsok azt, hogy ez az ország, vagy éppen egy szűkebb pátrián élő kis település, város, legyen az bármi, hogyan működik, hogyan fejlődik. Ez mennyire irányította a politika felé, a helyi közélet felé, mikor érezte azt, hogy igen, itt ki kell állni, tenni kell valamit, ez hogy jött? Mindig érdeklődtem a közösség dolgai iránt, problémái iránt. Szívesen dolgoztam másokkal együtt, és gyerekkorom óta mindig volt egy olyan közösség, ahol tevékenykedtem, kisebb-nagyobb irányító feladatokat láttam el, és úgy éreztem, hogy ha az embernek valamihez van adottság, akkor próbáljon meg hozzátenni, és ez teljesen természetesnek tűnt. És a fornádi évek után egy kicsit egyedül éreztem magam, mert úgy éreztem, hogy nem tartozom sehova, és amikor barátaim felvetették azt, hogy nem gondolkozol abban, hogy esetleg majd a másfél év múlva induló választásokon elindulnál polgármester jelöltként. Először, épesző ember nem megy el polgármesternek, mert nem egy népszerű feladat, nem egy hálás feladat, ugyanis az embereknek vannak jogos igényeik a településükön, és az önkormányzatok ennek sok esetben nem tudnak megfelelni, mert nincsenek meg hozzá megfelelő adottságaik. Én nekem most is ez a legnagyobb problémám, hogy sokszor jogos igényt vetnek fel a lakosok, és nem tudjuk megoldani, mert nincs meg hozzá megfelelő pénzügyi lehetőségünk. Tehát egy kis gondolkodás után, és másokkal is beszéltem, hogy te mit gondolsz erről, biztattak, miért nem vágjunk bele, és így kezdődött 98-ban, hogy polgármester lettem. Nem bánta meg végül is ezt a döntést, nem? Sok munkával, sok munkával, sok feszültséggel jár, sok problémával, de alapjában véve szívesen csinálom ezt a munkát, örömömet lelem benne, örülök annak, hogyha valami problémát megoldottunk, hogyha a város szépült, vagy előrelépett abba az irányba, amit mi szeretnénk. Ugyanakkor nagyon megvisel az, amikor az ember kénytelen ütközni valakikkel, lakosokkal, vagy kénytelen azt mondani, hogy sajnos ebben nem tudunk segíteni, vagy nincs rá lehetőségünk, vagy olyan a kérés, hogy azt mondom, hogy sajnos ez erre csak nem tudok mondani. Kicsit a magánéletben kutakodva, ugye Fornádra születtek gyerekek, de nem tudjuk, hogy a Hajdics családba is akkor érkeztek-e a gyerekek, tehát hogyan alakult, hogyan gyarapodott a család, és mit szóltak ők, amikor úgy döntött, hogy a közélet szereplőjévé szeretne válni, és amikor ugye hát polgármester lett. Igazából, mikor én dolgozni kezdtem, én azt hittem, hogy én nekem egy egyszerű, szürke életem lesz, sokkal mozgalmasabb lett. Két gyerekünk született, a kislányom, aki most már nagylány, mert 25 éves,
Mindig jövő kislány hónap, maradnak. Igen, jövő hónapban lesz az esküvője, ő volt a nagyobbik, és egy fiú, aki 81-ben született, de hát ez a legnagyobb tragédiája az életünknek, hogy 14 éves korában meghalt. És hát ez egy komoly erőpróba volt nekünk, mint hármunknak. Sose leszünk túl rajta, de én úgy gondolom, hogy megtanultunk élni ezzel. No és a lányom, mind ahogy mondtam, 25 éves, ő is közgazdász, ez idén végzett, Pécset dolgozik, és hát ő annyit mondott, mikor fölmerült ez a lehetőség, hogy indulok a választásokon, hogy te tudod, különösebben nem szólt bele, de amikor találkozunk, későn érek haza, fáradt vagyok, nyugös vagyok, mert ezzel is jár, akkor néha megjegyzi, hogy hát nem biztos, hogy ez egy jó döntés volt. Kellett ez neked. Igen. Azt mondja, ennyi munkával azért máshol is többet lehetne keresni, vagy kevesebbet kellene dolgozni, de igazából rám bízzák ő is és a feleségem is a döntést ebben a dologban. Elviselik az ezzel kapcsolatos nyügeimet, a rendszertelen életmódot, a munkával töltött hétvégét, vagy azt, hogy teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor érek haza. Épp délelőtt folyamán említettem itt a közgyűlésen az egyik polgármesternek, hogy mondta, hogy a héten hányszor későn ért haza. Én már jártam úgy, hogy 5 órakor hazamegyek, és a nejem rám néz, azt mondja, te már hazajöttél. Pedig hát ez lenne a normális, valljuk be őszintén. Mit csinál, amikor nincs munka, amikor éppen van pár szabad óra, vagy eljön a jól megérdemelt szabadság ideje? Mi az, ami feltölti, ami kikapcsolja? Hát szeretnék többet olvasni. Mindig gyűjtögetem, hogy majd ezt elolvasom, állandó késésben vagyok. A másik az, hogy egy évben egyszer a barátainkkal egy hétre elmegyünk valahova. Nem nagy utak ezek. Az idén Felvidéken voltunk, nagyon szép, és akkor tovább mentünk egész a Tátráig, nagyon szép, egy hetet töltöttünk együtt. Előtte Erdélyben voltunk, 2500 kilométert autóztunk, nagyon szép dolgokat láttunk, és megegyeztünk abban, hogy jövőre pedig Csehországba, Prágába megyünk, nagyon szép város. Ezek nagyon kellemes időszakok, amikor az ember maga mögött hagyja mindennapok problémáit, egy kicsit ellazul, és olyan emberekkel van együtt, akiket szeret, és hasonlóképpen gondolkodnak. Ez nagyon fontos az életben. Fürdőbe szokott-e járni? Tamásiban nem, már nagyon régen voltam, tehát úgy, hogy fürödni, úgy nem igen. Hivatali látogatás. Amúgy, hogy igen, valakit kísérek, potenciális befektetőt, potenciális építőt, vagy csak akinek fölhívjuk rá figyelmét, az elég gyakran előfordul. Fürödni általában máshova járunk, mert ha otthon az ember nem tud kikapcsolódni, akkor mindig valaki jön, hogy na, mi lesz a Tamási fürdővel, ezt hallottam, azt hallottam, az nem pihenés. Tehát megszólítják az emberek folyamatosan. Természetesen. Kérdezik is tőlem, hogy a városban nagyon ritkán látnak gyalog menni. Ez egy kényszer megoldás, ugyanis többször előfordult, hogy valahova csak pár száz méterrel indultam gyalog, és közben megállítottak. Időre kellett volna érkezni, elkéstem, kellemetlen. És inkább gyorsan autóba ugrok, akkor időre tudok érkezni, és hogyha olyan ráérősebb időm van, akkor gyalog vagy sétálva teszem meg az utat. Ez a ritkább. De ez akkor jó tulajdonképpen, hogyha ilyen intenzív a kommunikáció a lakossággal, nem? Tehát akkor azért lehet mondani, hogy egy hatékony együttműködés történik Tamásiban ilyen szempontból. Én azt hiszem, az emberek természetesnek tartják azt, hogy elmondják a problémáikat, és itt nem csak a polgármesternek, hanem a képviselőknek is, mert ezek az információk határozzák meg azt, hogy mik a sürgős feladatok, mik azok az újabb problémák, amik menet közben fölmerültek, mert
ez nem csak úgy történik, hogy a képviselőtestület megtárgyal valamit, és úgy döntött, hogy ez a fő csapás iránya, hanem egyáltalán a lakosság mit szeretne, mit vár el tőlünk, és igyekszünk ennek megfelelni. Mi volt a legjobb dolog, mondjuk, amióta a városvezetői székben ül? Mit lehet mondani, ugye azért itt valljuk be őszintén, nagyon sok olyan dolgot hallottunk, amit hát ugye egy mai fiatal, ahogy a lányát említette is, olykor-olykor teljesen másként lát, hogy ennyi probléma, ennyi megoldatlan feladat, ezt hátra kéne hagyni, de biztos van olyan, amikor az ember azt mondja, hogy mindezek ellenére ezért érdemes ezt csinálni. Önnek mi volt ez a megerősítés? Volt-e ilyen egyáltalán? Városunknak sok olyan gondja, problémája van, ami évtizedek óta nem oldódott meg. Én mindig vonzódtam a sporthoz, és Tamásiban 30 év óta... Mai sporttól? Bocsánat. Nem. Lusta vagyok, meg kell, hogy mondjam. És 30 év óta várta a város lakossága, hogy a városban legyen egy szabványméretű küzdőterű sportcsarnok. És valahogy mindig elmaradt. És a vályi építkezés kapcsán lehetőségünk adódott arra, hogy egy szép sportcsarnokot építsünk. És még most is, mikor kézilabda meccsre kimegyek, eszembe jut, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy van, és erre nagyon büszke vagyok. Különben is egy nagyon szép épület együttes lett, sok problémával épült, menet közben nagyon nagy gondjaink voltak az építkezéssel, de azt hiszem, hogy az egy szép épület együttes. Tehát egyik oldalról óriási lendületet adott a teremsportoknak a városban, másik oldalról pedig én azt hiszem, hogy lett egy szép iskolánk, és ez még az oktatás színvonalára is hatással lesz, mert egyre több tehetségesebb gyerek jön oda, jobb tanárok, és mindenképpen én bízom benne, hogy egy lényegesen jobb iskola lesz. Tehát talán ez volt egy olyan, amelyiknek annak idején nagyon örültem, de nem biztos, hogy csak kézzelfogható, tárgyiasult dolgokba kell gondolkodni. Ezelőtt 4 évvel elhatároztuk, hogy egy programsort készítünk a városba Tamási nyár címen vagy néven, és most már ez annyira természetes, hogy ha nem is nagy dolgok, de valami mindig történik a városban a nyári időszakban, és úgy gondolom, ez az a terület, ahol nagyot léptünk előre, de még itt komoly feladataink vannak, hogy ne egy álmos kisváros legyen Tamási. Igen. Minden évben elkészítjük a következő évi kulturális programot. Ez valamikor november körül körvonalazódik, februárra nagyjából fixálódik. Ez a városunkban éves szinten mindegy 100 eseményt jelent. Ennek olyan jelentősége van, hogy legyenek programok, együtt lássák a lakosok és a környékbeliek, vagy a városba érkező mindegy 150 ezer vendég, hogy mi történik a városban, eljöjjenek azokra a programokra. Másik oldalról pedig azért fontos, mert különböző szervezetek, intézmények, önkormányzat, civil szervezetek a szervezői ezeknek, ne legyenek egymásnak konkurensei. Tehát egyeztessük már novemberben, hogy te milyen programot terveztél, mikorra, na nézzük a naptárt, hogy ne üsse egymást két program, mert korábban mindig az volt Tamásiban a vélemény, hogy nem érdemes semmit csinálni, mert úgyse jönnek az emberek. Én úgy látom, hogy fokozódik az érdeklődés, és a rendezvényeken egyre többen vannak. Természetesen vannak olyan rendezvények is, ami valamiért szerencsétlen időpontra került, és nem jönnek el annyian, de én úgy látom, hogy a tamásiak érdeklődőek. Jó tehát Tamásiban polgármesternek lenni. Azt hiszem, hogy én nem lenne szerencsés, hogyha én ezt így kimondanám. Én azt szeretném, hogyha a lakosság lenne elégedett a polgármesterre, és teljesen másodlagos, hogy az én érzéseim ebben milyenek, de én nekem akkor lennének jók az érzéseim, hogyha minél többen mondanák azt, hogy igen, meg vagyunk elégedve, de hát ez nem olyan egyszerű dolog, mert mindig vannak, akiknek nem tudunk a kedvére tenni, nem tudunk az elvárásainak eleget tenni, De bízom benne, azért hogy többen, ez most már egy második ciklus. Többen lesznek, akik elégedettek lesznek, így van.
Így van. Ezt kívánjuk akkor önnek így a beszélgetés végén. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, megtartsanak velünk a legközelebb is, viszontlátásra.